A vétó már megtörtént, nem szavazzák meg az uniós költségvetést, ezt állítja a kormány. Ahogy mondják, Magyarország nem enged a zsarolásnak. Holnap kezdik a szociális tesztelést itthon, a tanárokat hétfőtől szűrik Magyarországon, közben a vakcináról is tárgyalnak. Tombol a járvány a világban, New Yorkban újra bezárják az iskolákat, Európában az intézkedések hatásait várják. Újabb magyar foci siker, Magyarország legyőzte Törökországot, a válogatott ezzel a legjobb 16 között szerepelhet a Nemzetek Ligájába. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Rapp Ferenc vagyok, jó napot kívánok! Holnap kezdődik itthon az országos szociális tesztelés. Először a szociális intézményekben vizsgálják meg a dolgozókat koronavírusra. Erről Gulyás Gergely miniszter beszélt a Kormányinfón. A tesztelést jövő hétfőtől folytatják az iskolákban, az óvodákban, a bölcsödékben és az egészségügyi intézményekben. Vagyis a tanárokat és például a bölcsödei dolgozókat hétfőtől kezdik szűrni, de ez nem lesz kötelező. A tesztelés a holnapi napon veszi kezdetét, elsőként a szociális intézményekkel, jövő héten hétfőtől az iskolákban, óvodákban, bölcsödékben és egészségügyi intézményekben is megkezdődik. Az egészségügyi és szociális intézmények saját erőforrásaikkal tudják elvégezni ezeket a vizsgálatokat, és ott, ahol viszont segítségre van szükség, ott a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogják megszervezni a teszteléseket. Kis kétfős csapatok jönnek létre ennek érdekében. Hogyha orvosilag ellenőrzött és hatásos vakcina lesz a koronavírus ellen, akkor azt a kormány a lehető leghamarabb beszerzi majd. Erről is beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszter kiemelte, hogy Magyarország mindenkivel tárgyal, aki vakcinát fejleszt. Egy brit és két amerikai forrásból eddig 12 millió adag oltóanyagot kötöttek le. Az a kapacitás, amiből Magyarország rendelni tud, csak ennél a három, tehát most kínai és orosz vakcináról még nem beszéltünk, csak ennél a három vakcinánál mintegy 12 millió adag oltóanyagot jelent. Ahogy természetesen lesz lehetőség, úgy Magyarország ezeket meg fogja rendelni és ki fogja fizetni. Ezeknek az ára, most arról azt feltételez, hogy az összes adagot beszerezzük, összességében több mint 36 milliárd forintba kerül. 4512 új fertőzött és 92 halott, ez a koronavírus napi mérlege itthon. Az aktív fertőzöttek száma most már meghaladja a 121 ezret, vagyis ennyien betegek jelenleg is. 7500-nál is több beteget ápolnak kórházban, közülük 580-an vannak lélegeztetőgépen. Csaknem 1 millió 400 ezer PCR-tesztet végeztek már Magyarországon a járvány kezdete óta, hétvégére ez a száma 1,5 milliót is elérheti. Sajnos a járvány terjedésével bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy tesztre kell mennie. Érdemes megnézni, hogyan működik egy fix mintavételi pont. A Kiskunhalasi kórházban például naponta átlagosan 80-100 embert szűrnek. Kicsit kellemetlen érzés, de ez az úgynevezett PCR vizsgálat az, amely biztosan képes kiszűrni a koronavírus fertőzést. Ezen látszik a pozitív teszt eredménye, míg a másik teszten látszik, hogy ez negatív. A Kiskunhalasi kórház szűrőpontján gyors teszteket is végeznek. A pozitivitást ez is kimutatja szinte minden esetben. Orvos küldött, általános izomgyengeség, izomlázam volt, meg lázam. Ha a beteg gyors tesztje pozitív, akkor azonnal átszállítják a járványkórházba. Naponta 80-100 embert tesztelnek itt. A szűrésre érkezőket két csoportra osztják, hogy átláthatóbb legyen, ki miért kéri a vizsgálatot. Egy csoport, akit kontaktkutatásra, vagy felszabadító vizsgálatokra, vagy vizsgálatok előtti mintavételre küldenek, ők egy külön sorban kerül a mintavétel sorba, illetve azok, akik valamilyen panaszsal kerülnek be, háziorvosi beutaló, vagy beutaló nélkül, vagy társosztályoknak a beutalójával. Akinek enyhe tünetei vannak, annál úgynevezett alapvizsgálatot végeznek. Aki viszont súlyos panasszal érkezik, annál mellkasröntgent is készítenek. Orr-nyálkahártya mintát és garat mintát vettek. Láznot mértek, vérnyomást mértek.
A gyanús embereket azonnal karanténba küldik, amíg a PCR-tesztnek nincs eredménye. Akiknek súlyos tüneteik vannak, azokat pedig kórházba szállítják. Hatósági karanténba nem kerülnek, csak azok, akiknek a gyors tesztjük pozitív. Azt eleve ugye a hatóságnak mi bejelentjük. A többiek azok önkéntes karanténba kell, hogy vonuljanak, és az önkéntes karantént is szeretnénk kérni, hogy mindenki tartsa tiszteletbe. Optimális esetben 2-3 nap alatt kiderül, hogy a beteg koronavírusos-e. A koronavírus járvány fejleményeiről és a védekezés lehetőségeiről is egyeztetnek az uniós tagállamok vezetői a mai videokonferencián. A vakcina szinte biztos, hogy napirenden lesz, és várhatóan az oltási stratégiáról is tárgyalnak, vagyis arról, hogy hogyan szállítsák és tárolják az oltóanyagot, és kik kapják majd meg először. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított. Szó van most már arról, hogy hogyan kellene biztonságosan nyitni a karantén lezárások után. Ezzel kapcsolatban dolgozik az Európai Bizottság egy közös európai platformon, amihez a nemzeti tagállami kontaktkutató alkalmazásokkal lehetne csatlakozni, és ebben az esetben határokon átkövetni lehetne, hogyha valaki megfertőződött és továbbadta a vírust, akkor azt kikaphatta meg. Évféltől vesztegzár lépett életbe Szatmárnémetiben, az emberek csak indokolt esetben hagyhatják el a várost, és akkor is csak igazolással. A hatóságok szerint erre azért van szükség, mert megteltek az intenzív osztályok, és nincs elég kórházi ágy. Egyedi Bernadett mondja a részleteket. A város bejáratainál a rendőrök mindenkit megállítanak és ellenőrzik, hogy rendelkeznek az előírt dokumentumokkal, de ma még nem büntetnek. Az emberek nagy része felháborodott, amiért utolsó pillanatban tegnap jelentették be a szigorítást. Igazságtalannak tartják, hogy Kolozsváron és Temesváron például nincs vesztegzár, holott ott jóval nagyobb a fertőzöttségi szint. Szatmárnémetiben ezt azért kellett bevezetni, mert a megyében mindössze 32 intenzív terápiás ágy van. Járványkezelési és gazdaságélénkítő akciótervet dolgozott ki az RMDS. A pártelnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy át kell szervezni a romániai ellátórendszert, és meg kell védeni az emberek munkahelyét. Kell nekünk foglalkoznunk az emberek egzisztenciális létbiztonságával, az egészségével, az egészségügyi helyzetével, és ennek a biztonságát kell garantálni a kormányzatnak, és természetesen kell foglalkoznunk az identitás megőrzésének a biztonságával. Ma minden érezhetően, nagyon pontosan ki lehet tapintani, minden ezek közül, ezek körül a problémák körül forog ebben a járványhelyzetben. A finn főváros környékén a koronavírus fertőzött emberek 30-40%-a bevándorló hátterű, erről egy finn orvos beszélt. Szakértők szerint ez azért lehet veszélyes, mert a finnek maguk teljesen jogkövetőek, betartják a szabályokat és keveset érintkeznek. Helsinkiben ezért attól tartanak, hogy a külföldiek miatt lesznek leterheltebbek a kórházak. Részletek Cser Attilától. Az aktív dolgozók nagy része, 60%-a átállt a távmunkára, és a finnek maguk azt mondják önmagukról, hogy velük született tulajdonság a szociális távolságtartás. A bevándorló lakosság újrafertőzöttsége viszont túlterhelheti a kórházi kapacitást és visszafertőzheti a finneket. Ezért a finn járványgörbe jelen pillanatban, ezen adatok fényében veszélyben van. Kijárási tilalommal és korlátozásokkal készülnek az idei karácsonyra a nyugat-európai országok. A legtöbb helyen csak decemberben enyhítenek a szigoron, ha egyáltalán enyhítenek. Közben a légitársaságok és a repülőterek próbálnak felkészülni arra, hogyan tudnak majd több százmillió adag védőoltást szállítani fagypont alatt. Szokatlanul üres a Potsdamer Platz Berlinben. A novemberi esőben ázó üres vásáros bódék és a kordonok mögé zárt körhinták lehangoló látványt nyújtanak, és ez a hónap végéig még biztosan így is marad. Bár Németországban sem a boltokat, sem az iskolákat nem zárták be, a karácsonyi vásárok legkorábban december elején nyithatnak. Londonban már ünnepi fényben úsznak a nagyobb bevásárló utcák, de egyelőre csak az alapvető cikkeket árusító üzletek lehetnek nyitva.
December 2-áig a személyes érintkezéseket is szigorúan korlátozzák Angliában. Sajtóhírek szerint a kormány karácsonyra enyhít a szabályokon, ám a szakértők szerint ez legfeljebb egy hétig tarthat. Karácsony közelettével még inkább oda kell figyelnünk arra, hogy betartsuk az előírásokat, különben a helyzet nem javul. A kormány remélhetőleg nem old fel egyszerre minden korlátozást. Mindenkinek felelősségteljesen kell viselkednie, és a karácsonyi ünnepek után vissza kell térnünk a korlátozott kapcsolattartáshoz, mondta a londoni kabinet egyik tanácsadója. Bécsben is kigyulladtak a fények, de az ünnepi hangulat még várat magára. Ausztriában december 7-éig tart a zárlat, ami Európában a legszigorúbbak közé tartozik. A kijárási korlátozás elsődleges célja, hogy enyhítse az egészségügyre nehezedő nyomást. A kórházak tele vannak fertőzöttekkel, a Kremszi klinikán például nem egészen egy hét alatt meg négyszereződött a súlyos koronavírusos betegek száma. Már alig van egy-két szabad ágyunk, ezért mi szakmai szempontból nagyon örülünk a zárlatnak, hiszen így talán egyetlen beteget sem kell elküldenünk, mondta az egyik orvos. A genfi kórházakban is megteltek az intenzív osztályok. A svájci város az egyik legsúlyosabban érintett település Európában. Az egyetemi kórházból a múlt héten több beteget is át kellett szállítani más városokba. A svájci szakemberek egyelőre nem javasolják a korlátozások feloldását. A helyzet továbbra is kritikus. Az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek, de erejük véges. Többen megfertőződtek a koronavírussal. A második hullám sokkal intenzívebb, mint az első volt. És ha túl korán fellélegzünk, egy harmadik hullám ugyanilyen erővel söpörhet végig rajtunk, figyelmeztetett a klinika igazgatója. Közben újabb biztató hírek érkeznek a készülő védőoltásokról. Több olyan vakcina is van, amely a tesztelés során 95%-os hatékonyságot mutatott. A nagyobb légitársaságok és repülőterek gőzerővel készülnek arra, hogy a sok százmillió adag vakcinát biztonságosan eljuttassák a különféle országokba. A feladat összetett, hiszen minden oltóanyag másféle kezelést igényel. Van köztük olyan is, amelyet fagypont alatti hőmérsékleten különleges konténerekben lehet tárolni. A brüsszeli repülőtéren már 30 ezer négyzetméternyi raktárhelyiséget, több száz konténert és speciális járművet készítettek elő a vakcinák szállításához. Olaszországban 750 beteg hal meg naponta a koronavírus miatt, ezzel Mexikó és Irán után ott a harmadik legmagasabb a halálozási ráta lakosság arányosan. Ráadásul most már a kórházi ágyak több mint felén COVID-betegek fekszenek, és nincs elég oxigén. Sárközi Júlia tudósított Rómából. Nem csak az ágy hiányzik Olaszországban, hanem az ápoló és az orvos, hiszen olyan betegekről beszélünk, akiknek folyamatos ellenőrzésre van szüksége az egészségügyi dolgozók részéről. Időközben hiánycikké vált az orvosi oxigén is Olaszországban, nem csak a kórházakban, hanem a házi karanténban levő betegek számára sincsen elegendő. Az igény, a kereslet az utóbbi egy hét alatt 400%-kal emelkedett. Oroszországban már több mint 2 millióan fertőzöttek meg koronavírussal, Moszkvában ezért egy több ezres sportcsarnokban, a jégpalotában rendezték be újabb tábori kórházat. Itt csaknem 700 beteget tudnak ellátni. A járvány és a sok beteg miatt óriási a teher az orosz egészségügyön. A hivatalos adatok szerint a kórházi férőhelyek 81%-a betelt, és mentőautóból sincs elég. Közben a kormány bejelentette, hogy már tesztelik az orosz laborokban kifejlesztett második vakcinát, amely december 10-e után kerülhet forgalomba Oroszországban. Már több mint 250 000 haltak meg a koronavírus miatt az Egyesült Államokban. A középnyugati államokban a legsúlyosabb a járványhelyzet. New Yorkban közben lezárták az iskolákat. Ausztráliában pedig a világ egyik legszigorúbb szabálya lépett életbe. A következő 6 napban lakásonként csak egy ember mehet ki az utcára. New Yorkban, ahol tavasszal a legsúlyosabb volt a járványhelyzet, csütörtöktől újabb szigorítást vezetnek be. A város polgármestere úgy döntött, hogy elővigyázatosságból ismét bezárják az állami iskolákat. A város több mint 1 millió diákja újra online oktatásra tér át. Szeretném, ha tudnák a szülők, az oktatók és a gyerekek is, hogy az a szándékunk, hogy amint lehet, újra kinyissanak az iskolák, mondta a New Yorki polgármester. Az érintettek közül azonban sokakat nyugtalanít a helyzet.
Ez rengeteg felesleges stresszt okoz nekünk. Szerintem nem kellene még bezárni az iskolákat, mert a járványgörbe még alacsonyan van, és még jól vagyunk. Ez nem fair a szülőkkel szemben. Nagyon nagy nyomást helyez ránk, mondta egy édesanya. Vége láthatatlan sorokban várakoznak az autósok a Wisconsin állambeli Madisonban. Vírustesztelésre várnak. Az Egyesült Államokban továbbra is a középnyugati államokban a legsúlyosabb a járványhelyzet. Egy hét alatt csak nem 500 000 fertőzöttet azonosítottak. 7 középnyugati állam kormányzója is arra kérte az embereket, hogy hálaadáskor se találkozzanak a családtagjaikkal. Minnesotában szerdán több mint 5000 embernél mutatták ki a koronavírust. Az állam ezért újabb szigorítást jelentett be. Péntek éjféltől bezárnak a bárok, a színházak és a fitnesstermek. Az éttermek csak kiszállításra készíthetnek ételeket. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be ezt a leállást. Ez péntek éjféltől indul. Csak az egyháztartásban élőkkel találkozhatnak az emberek, ne találkozzanak másokkal. Nekem is nagy a családom. Nagyon sok mindent együtt csinálunk, de ez most nem lesz lehetséges, hangsúlyozta a minnesotai kormányzó. Az Egyesült Államokban csak szerdán 1700-an vesztették életüket a vírus miatt. Ezzel átlépte a 250 000 az elhunytak száma. Ez már Ausztrália, ahol mától az egyik legszigorúbb intézkedés lépett életbe. A 6 napos teljes lezárás alatt zárva lesznek az iskolák, a bárok és a kávézók. Lakásunként csak egy ember mehet ki az utcára naponta, és csak nyomós indokkal. Esküvőket és temetéseket sem tarthatnak, és szabad téren is tilos a sportolás. Ma egy egészen más Dél-Ausztráliára ébredtünk. Az az üzenetem mindenkinek, aki otthon van, bár fizikailag elhatárolódunk egymástól, hiszem, hogy mindeközben még soha nem voltunk ilyen egységesek. Az, hogy mit csinálunk a következő 6 napban, meghatározza, hogy sikerül-e legyőznünk a COVID-19 okozta veszélyt, mondta Dél-Ausztrália miniszterelnöke. Az ausztrál hatóságok azt tervezik, hogy a 6 napos lezárás után további 8 napra vezetnek be újabb intézkedéseket, de azok már enyhébbek lesznek. Miközben Kínában gyakorlatilag eltűnt a vírus, több hét nyugalom után újra berobbant a járvány Japánban. Tokióban ezért a maximálisra emelték a járványügyi készültséget. Szakértők pedig arról beszélnek, hogy ez már a 3. hullám. Kis Gábor István tudósított Tokióból. Japánban az alkotmány nem teszi lehetővé az európaihoz hasonló zárlatok elrendelését, nem büntethető, aki megszegi a kijárási korlátozásokat, és ilyen irányú jogszabálymódosítás egyébként a tervek között sem szerepel, helyette viszont mindenki oda teszi magát az egyéni védekezésben, maszkot hord, kezet mos és odafigyel, és az, hogy Japánban mostanáig azért jó részt sikerült kontrollálni a vírusfertőzést, az ennek a közösségi felelősségvállalásnak köszönhető, amely alól önszántából Japánban szinte senki nem bújik ki. A jogállamisági vita nem a jogállamról szól, hanem arról, hogy a bevándorlást ellenző országokat hogy lehet térdre kényszeríteni. Így reagált Gulyás Gergely arra, hogy Magyarország és Lengyelország vétója után Soros György is támadásba lendült. A milliárdos ugyanis legfrissebb írásában úgy fogalmaz, Magyarország és Lengyelország ellen fel kell lépni. A magyar kormány ma újra megerősítette, hogy nem enged a zsarolásnak, és nem kér a Soros tervből. Magyarország és Lengyelország ellen fel kell lépni, az EU-nak nem szabad kompromisszumot kötni a jogállamiság ügyében, így fogalmazott Soros György legfrissebb publicisztikájában, amelyet az EU 7 éves költségvetéséről és a 750 milliárd eurós segélycsomag kapcsán kirobbant vitáról írt. A milliárdos spekuláns szerint Magyarország és Lengyelország annak ellenére vétózott, hogy ők lennének a legnagyobb kedvezményezettjei az új büdzsének. Soros György szerint a két ország hiába vétózza meg a tervezetet, a jogállamisági mechanizmus léte már tény. Ezt Magyarország máshogy látja. Brüsszel évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorló kontinenssé tegye. A brüsszeli bürokraták most arra készülnek, hogy a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kössék, de mi nem kérünk a Soros tervből. Ez áll a magyar kormány tegnapi közleményében.
A magyar álláspont világos, a magyarok pénzéről a magyaroknak kell dönteni. Ezt pedig már Orbán Viktor miniszterelnök mondta nemrég arról, hogy Brüsszel politikai feltételekhez kötni az uniós források kifizetését. A magyar kormány még a hét elején vétózta meg az EU 7 éves költségvetésével és a helyreállítási alappal kapcsolatos jogalkotást. A kormányfő pedig tegnap kifejtette, ma Brüsszelben csak azt az országot tekintik jogállamnak, aki beengedi a migránsokat a hazájába. Aki megvédi a határait és megvédi országát a migrációtól, Brüsszelben már nem minősülhet jogállamnak. Tőlünk a jogállamot félteni nem kell, itt azonban nem a jogállamról van szó. A vita nem a jogállamról szól, hanem arról, hogy a bevándorlást ellenző országokat hogy lehet térdre kényszeríteni. Így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kifejtette, Brüsszel szerint zsarolással akarják a migrációt elfogadtatni azokkal az országokkal, amelyek évek óta ellenállnak. A tegnapi nap és a mai nap ebből a szempontból különösen beszédes, hiszen két azonos tartalmú támadás történt a magyar kormánnyal szemben. Az egyik az Egyesült Ellenzéktől, a másik pedig Soros Györgytől. A kettő tartalmilag is egyezik. Soros György világosan fogalmaz, fel kell lépni Magyarországgal és Lengyelországgal szemben, és aki nem fogad bevándorlókat, azt pénzügyileg kell szankcionálni. Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő is reagált, szerdán parlamenti beszédében leszögezte, a jogállamiságot nem lehet propagandista furkósbotként használni az EU-ban. Hozzátette, Varsó szükség esetén véglegesen is megvétózza az uniós költségvetést. Az uniós tagállamok vezetői ma este tartanak videokonferenciát, a tervek szerint a koronavírus járvány fejleményeiről egyeztetnek, de elkerülhetetlen, hogy szóba kerüljön a 7 éves uniós költségvetés és a gazdasági helyreállítási csomag ellen benyújtott magyar és lengyel vétó is. Patthelyzet van, és valószínűleg ez így is marad egy darabig. A közmédia brüsszeli tudósítója szerint egyelőre semmi esély arra, hogy ma megállapodás szülessen. Soros György kiadta a feladatot, Gyurcsány Ferenc nekilátott a megvalósításának, így értékelte írásában az origo.hu azt a tényt, hogy hétfőn a baloldali pártok sokatszor megfogadták, a következő választásnak együtt vágnak neki. A lap felhívja a figyelmet arra, a magyar származású milliárdos terve szerint a polgári erők legyőzéséhez egyesülniük kell a baloldali pártoknak. Hétfőn jelentették be a baloldali pártok, hogy legkésőbb 2021. október 23-án az előválasztások lebonyolítása után megnevezik közös miniszterelnök jelöltjüket és a 106 közös egyéni képviselőjelöltet. Erről a Gyurcsány Ferenc vezette DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd adott ki közös közleményt. Gyurcsány Ferenc szervezi a soros listát. Így fogalmaz ezzel kapcsolatban az Origo. A hírportál megjelent cikkében azt írja, a baloldali pártok egységesítésének története a 2015-ös migrációs válságot követően indult el, és vált egyértelművé. Soros György magyar származású amerikai milliárdos szervezetein keresztül megpróbál belenyúlni a különböző országok belpolitikai folyamataiba, annak érdekében, hogy minél több helyen alakuljon bevándorláspárti kormány. Az Origo úgy fogalmaz, a baloldali pártok totális összefogását, a teljes egyesítést nem más, mint Gyurcsány Ferenc vállalta magára. Mint írják, Soros célja a kezdetektől fogva egyértelmű, a polgári kormány legyőzéséhez egyesülniük kell a baloldali pártoknak, a náci szólamokat hangoztató Jobbiktól kezdve, az ultraliberális Momentumon át, az Európai Egyesült Államokról beszélő demokratikus koalícióig, írja a cikk. Emlékeztetnek rá, Gyurcsány Ferenc januárban kiadta az ukázt. Egy közös miniszterelnök jelölt, egy közös lista, mindenhol egy egyéni ellenzéki jelölt kell. Ez lett a baloldali választási stratégia. Aki nem fogadja el ezt a baloldalon, az áruló. A cikk arra emlékeztet, Gyurcsány Ferenc többször is úgy fogalmazott, ha az ellenzék összefog, akkor győzni fog 2022-ben. Augusztus 13-án a baloldali pártok közös pártelnöki közleményben jelezték, hogy meghalva a választóik akaratát, pártelnöki szinten megkezdték a hivatalos egyeztetéseket a 2022-es országgyűlési választásra való felkészülésre. A lap a hétfői közös bejelentésből azt a következtetést vonta le, hogy már csak egyetlen lépés hiányzik a soros lista megvalósításáig. A DK elnöknek ez már nem fog különösebb problémát okozni, hiszen a feladat nagyobb és nehezebb részét már abszolválta. A magyar gazdaság kezd kijönni abból a gödörből, amit a vírusválság okozott. Erről a Századvég Alapítvány vezető közgazdásza beszélt az M1-en.
Szakálli István Lóránt szerint a járvány első hulláma után jelentősen nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, ami a szakértő szerint a kormány gazdaság élénkítő intézkedéseinek is köszönhető. Az év elejé gödörből a gazdaságnak sikerült kijönnie, és lendületesen felfelé ívelt. Napjaink legnagyobb kérdése az, hogy az újabb koronavírus hullám az mit okoz a gazdaság számára, illetve a kormány számára azt a feladatot rója ez a helyzet, hogy a tavaszihoz hasonló módon hatékonyan tudjon védekezni a hatások ellen, és hát ennek érdekében szükség van újabb gazdaságélénkítő intézkedésekre. Újabb részletek derültek ki a januárban induló otthonfelújítási támogatásról, például, hogy legalább egy éves társadalombiztosítási jogviszonnyal lehet igényelni, és csak akkor, ha a jelentkezőnek nincsen köztartozása. A támogatást a legalább egy gyermeket nevelő szülő kérheti, a felújítási összeg feléig, de maximum 3 millió forintot. Januártól egyébként több más otthonteremtési kedvezmény is életbe lép, mutatjuk a lehetőségeket. Január 1-én indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja. A családokért felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy 27%-ról 5%-ra csökken az új értékesítésű ingatlanok áfája. Azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel vesznek új ingatlant, az 5%-os áfát is visszaigényelhetik. Nem kell illetéket fizetniük azoknak, akik csokkal vásárolnak új vagy használt ingatlant, és tetőtér beépítéséhez is igényelhető a csok akár teljes összege. És indul az otthonfelújítási program is. Aki az ehhez kapcsolódó támogatásokat igénybe szeretné venni, annak legalább egy év folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, és nem lehet köztartozása sem. A kapcsolat nézzétek világít. Gondolva azokra, akik elveszítették munkájukat, az utolsó 3 hónap esetében az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. A támogatással januártól a legalább egy gyermeket nevelő családok felújítási költségeinek felét, maximum 3 millió forintig visszatéríti az állam. Ezt a lehetőséget nem muszáj 3 millió forint mértékéig igénybe venni, akár kisebb összeget is igényelhetnek, de mindenki csak egyszer, és ugyanarra az ingatlanra, ugyanaz a család szintén csak egyszer veheti igénybe ezt a lehetőséget. A támogatást házasok, élettársak és egyszülős családok egyaránt kérhetik. Az elvált szülők pedig, akik közösen nevelik gyermeküket, megoszthatják egymás között a támogatást. Az igénylés minden része elektronikusan intézhető. A számlák benyújtása után az államkincstárnak 30 napja van elbírálni a támogatást, ezután 5 napon belül kiutalják az összeget. A folyósítás után a kormányhivatal 6 hónapig bármikor ellenőrizheti, hogy az igénylők a megítélt összeget valóban arra fordították, amire kapták. Egyre kevesebb szép korút tudnak megvezetni az úgynevezett unokázós csalók, akik idős emberektől csalnak ki pénzt, rokonokra hivatkozva. 2 éve a rendőrség külön nyomozó csoportot hozott létre, ami kifejezetten ezzel a bűncselekménnyel foglalkozik. 82 bűnözőt kaptak el, több hálózatot is sikerült felszámolniuk. Volt, amit külföldről irányítottak. Cseng a telefon, a vonalas. Aztán mondja, hogy szia, mama! Mondom, Gergőként te vagy az meg. Bedő Ferencnét tavasszal hívta fel egy ismerős hang, aki az unokájaként mutatkozott be. Azt mondta, autóbaleset érte, és segítségre lenne szüksége. Magdi néni nem dőlt be a telefonálónak. Hívtam a vőmet, hogy otthon vannak-e, mert tudtam, hogy kimentek a telekre. És hívtam a vőmet, és a vőm mondta, hogy itthon vannak, és akkor hívtam a rendőrséget. 3 percen belül itt voltak, úgyhogy nem tudtak ide jönni a pénzért. Aznap ő volt a harmadik, akinél próbálkoztak Zalaegerszegen. Halló? Szia Nagyi, Bálint vagyok, az unokád, nagy baj történt. A rendőrség tájékoztató videójában is arra hívják fel a figyelmet, hogy a csalók arra hivatkozhatnak, tartozást kell sürgősen törleszteniük, vagy egy súlyos baleset elszenvedői, ezért kell nekik a pénz. A készpénz és a vagyontárgyak mellett egyre gyakrabban arra kérik az időseket, hogy egy általuk megadott bankszámlára utaljanak. Ez egyre kevesebbszer sikerül a csalóknak. 82 elkövetővel számolunk, akiket többnyire elfogtunk, vagy
személykörözést bocsátottunk ki velük szemben. Pál Adrián rendőrezredes számolt be a budapesti rendőrfőkapitányság speciális nyomozó csoportjának eredményeiről. Az unokázós bűncselekmények felderítésére alakult egység az elmúlt 2 évben több hálózatot is felszámolt, és a bűncselekmények számát a harmadára csökkentette. Az így kicsalt összeg pedig a hatodára mérséklődött. 2018-ban több mint 600 millió forint volt ezen összeg. Ez egyharmadára esett vissza 2019-ben, akkor már több mint 190 millió forint. Jelen pillanatban pedig mindösszesen 95 millió. Tehát, hogyha megnézzük, a 2 év alatt körülbelül 1/6-ára sikerült lecsökkenteni a kárt, amelyet ezek bűncselekmények elkövetésékor okoztak. Az ilyen módszerrel kicsalt rekordösszeg 20 millió forint volt, amit egy 74 éves férfi kért el a szintén idős sértettől. A rendőrség továbbra is azt javasolja, hogy aki gyanúsnak talál egy hívást, azt tegye le a telefont, majd hívja a hozzátartozóját. Ha pedig igazolódik a gyanú, akkor minden esetben értesítsék a rendőrséget. Országszerte elindultak az adventhez kapcsolódó jótékonysági akciók. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 10 000 könyvet juttat el rászorulóknak. A Fiatal Családosok Klubja pedig a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatnak gyűjt. Az összegyűlt pénzből speciális eszközöket vásárolnak majd. A rohamkocsi felszerelését mutatja a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat orvosigazgatója. Ha minden jól megy, hamarosan egy speciális, modern hordágy is kerülhet a járműbe, ami jelentősen megkönnyíti a betegek szállítását. Olyan biztonsági berendezései vannak, amivel csecsemőt és kisdedet is nagy biztonsággal lehet rögzíteni a hordágyon, és hát a szállítási traumát lehet a legkisebb fokúra csökkenteni a hordágy segítségével. Az alapítvány megsegítésére várja idén a felajánlásokat a Fiatal Családosok Klubja. Az ünnepi adománygyűjtő akcióhoz 30 családszervezet csatlakozott. Segíteni az adjukössze.hu című weboldalon lehet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már 5. éve sikerül a hazai családszervezeteket összefognunk, és velük közösen egy valódi összefogásban sikerül egy jó ügyet támogatnunk. Az advent közeletével egymást érik a felajánlások. 2000 nagycsaládnak ajándékoz olvasnivalót az Orpheus és a Magyar Napló könyvkiadó, hogy az ünnepek alatt a koronavírus járvány idején sem maradjanak irodalmi élmények nélkül. Arra igyekeztünk figyelni a válogatás során, hogy színvonalas alkotások legyenek, hogy olyan könyvek jussanak el a gyermekekhez, szülőkhöz, amelyek értéket hordoznak, és hogy egy színes összeállítás legyen. A 21 millió forint összértékű 10 000 kiadvány tartalmazó csomagot a Nagycsaládosok Országos Egyesülete juttatja el a rászoruló családokhoz. Teljesen változó, illetve vegyes, gondoltak a gyerekekre is. Kortárs magyar irodalom, külföldi irodalom, de a lényeg tényleg az, hogy az olvasás örömét még jobban megszerettessük a családokkal, és még jobban elvigyük a családokhoz ebben az időszakban. A családok már az advent időszakában megkapják a könyveket és folyóiratokat, amik így akár a karácsonyfa alá is bekerülhetnek majd. Már több mint 12,5 millió forintot gyűjtött a közmédia akciója, a Jónak lenni jó. A 13616-os számot érdemes megjegyezni. Egy hívás vagy egy szöveges üzenet pontosan 500 forintot ér. A közmédia ebben az évben az autizmussal élő gyerekeket nevelő családokat segíti. Az Uta Mosolyért alapítvány vezetője megköszönte az eddigi támogatásokat, és azt mondta, az a céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet az autizmusra. Hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy Magyarországon mi az a probléma, amely nagyon sok családot érint, és mégsem beszélünk róla eleget, akkor nekünk a válaszunk erre az autizmus. Nagyon fontosnak tartjuk kampányokban az edukációt, azt, hogy minél szélesebb körben tudjunk beszélni az autizmusról, tudjunk beszélni azokról az akadályokról és nehézségekről, amelyekkel a családoknak és a gyerekeknek szembe kell nézniük.